Az eset a Szolnoki út és a Földvári út kereszteződésében történt. Műszaki mentés céljából a Tisza-Földvári önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre. A Jászhonykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályától megtudtuk, a kerékpáros nőt 8 napon túlgyógyuló sérülésekkel szállították kórházba. Haladása során a Rákóczi út és Szolnoki út kereszteződésében kialakított körforgalomban az ott lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyen kerékpárját tolva átkelő 65 éves martfői lakosnak nem biztosított elsőbséget és elütötte. A baleset következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint a gyalogos 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, őt a mentőszolgált munkatársai kórházba szállították.